április 26-án, 28. Vas János közben, remek átadás, kimarad a helyzet. Mekkora helyzet volt. Na megnézzük még egyszer. Emelt passz. Az volt az oka egyébként, hogy leperdült Vas Márton ütőjéről, hogy nem a jégen csúszott a koron. Igen, ívelni kellett, mert a hátvéd keresztbe fektette a korongot. Jó lenne úgy nézni azt a meccset, hogy mi mindent megtettünk azért, hogy a lehető legnyugodtabbak legyünk. Például Vas János felperdül a korong, magasbot, ez... az nem lehet gól. De így. Tényleg. De hát szép volt. Most kíváncsi lennék, hogy mi van, hogyha nem nyúl hozzá magas botta. Akkor meg... akkor lehet, hova esett volna. Ezt már nem tudjuk meg. Úgy tűnik nem a kapuba, egy kicsit, mint a valami keresztben. Valami animációval. Hova nyetsz? Minden tekintetben egyébként a legjobb horvát játékos ma a kapus Bjelić után. Peterdi, óriási gól! Peterdi, aki... tényleg oda kell neked. Alacsony mindig lettél, de nagyon jól lefedi az alsó részeket. Ladányi újabb gólpassz. És kimaradt kettős emberen után azonos létszámban szerzünk gólt. Na hát akkor Peterdi 1 plusz 1 a világbajnokságon. Hozzáért a válla a kapusnak. Ladányi pedig 3 plusz 3, és most már egy hányadik osztályba. Tehát ott, hogy milyen az egyenruha itt Japánban. Azért meg lehet ismerni őket. Palkovic, az neki már lövőhelyzet, megpróbálta elemelni, aztán beüti. A kipattanó korongot valahogy átcsúsztatja Bjelić lábai között. Megvan az átlag egy gól meccsenként, neki nézzük ott középen és utána a kötétbe. És hogyha én azt mondtam, hogy a tavalyi világbajnokság nem sikerült Krisztiánnak, nagyon kevés gólt lőtt, kevés gólpaszt adott, akkor most már nem egészen 4 mérkőzésen kárpótol minket. Jelenleg ő vezeti a magyar-kanadai táblázatot, hiszen ő 4 plusz 2, Ladányi Balázs pedig 2 plusz 4. Ezt most még nem lehet tudni. A győzelem az biztos jó, azt lehet tudni. Bármilyen győzelem, 2 pontos vagy 3 pontos. Nem volt bent egyelőre, mutatja a vezetőbíró, hogy az nem gól. Nincs botja Hettényinek, el kellett ütni. Itt nagyon megkeverték a kapu mögött. Igen, de ott még az megvan, és akkor most át a másik kapuvasra. És kifele jön. Zsibret, én azt hittem, hogy a rövid vasra emelte rá, de a hosszúra. Kocskai. Szépen komótosan az emberelőnyös figura, ott a gól! A harmadik magyar gól. És megadja, rámutatott a kapura. Palkovic 5. találata, ha nem ér hozzá senki. Mindjárt megnézzük. Ez gyönyörű. Schille lekészíti. Nem ért hozzá senki. Nem, de mondjuk Schwassnek nagyon megdolgozott ezért. Nézzék csak. Másik sarkot várt egyébként Bjelić. Szépen a jeget borotválva száguldott a korong. Nagyon pontos lövés. A régi álom megvalósulásához, a feljutáshoz ez a jövő zenéje tehát. A lényeg azonban az, hogy 4 meccs után sem talált legyőzőre Pat Cortina csapata. Láttuk a kapura lövéseket, a statisztikát, látjuk a gólszerzőket. Peterdi kezdte, aztán Palkovic duplázott.